Nyíri Katalin kérdezi, pártá alakulhat-e a Mindenki Magyarországa mozgalom, például az ellenzéki kormányprogramban való intenzívebb részvétel és a frakció alakítás lehetősége érdekében. Mi eldöntöttük, hogy nem fogunk pártá alakulni. Nekünk az a fontos, hogy ez a hat párt és a civilek együtt győzzék le Orbán Viktort jövőre. Ez mindennél fontosabb, tehát azt gondolom, hogy nem újabb és újabb pártokra van szükség. Az egy szomorú dolog, hogy maguk a pártok mondták, hogy ők kartelt alkottak a civilekkel szemben, és gyakorlatilag kizárták a civileket a programalkotásból. Még azt sem mondom, hogy nem értem meg, hiszen nekik valóban minél több emberrel kell egyeztetni, annál nehezebb ez a konszenzus teremtési folyamat. Mi kívülről azért nagyon sikeresen tudtuk eddig befolyásolni, velük egyeztetve tárgyalva a pártoknak az építkezését. Így lett például döntés az, hogy lesz 106 előválasztás, hogy ott elindulhatnak a civilek, és hát vannak olyan kérdéseink, ami Orbán Viktor leváltása miatt kritikus, tehát mi csak azt akarjuk, hogy ez a hat párt ne szabotálja el, ne rontsa el azt a történelmi esélyt, hogy most legyőzhető a Fidesz 22-ben. Ehhez többek között az kell, hogy civil jelölteknek ne kelljen összepártozniuk magukat, ez egy fontos dolog. Én azt gondolom, hogy a több X-es választás nem csak olcsóbbá, hanem pontosabbá, jobbá is teszi a rendszert. Szintén a hat pártot fogjuk erről győzködni, nagyon nem nyitottak még most erre természetesen, bár egyébként egyik se tagadta, hogy ez a legjobb módszer. Érdekes módon az Azonnalinak a cikkét, ha elolvassák, akkor fogják ezt látni. És hasonlóképpen azt szeretnénk elérni, hogy a program is olyan legyen, amire nyugodt szívvel szavazhat valaki, ahol rosszabb lenne bármelyik közösségnek, tehát például a határon túli magyaroknak, ha rosszabb feltételeket kínálna a kormányprogram, azzal semmivel nem lesz több ellenzéki szavazó, viszont kevesebb lesz. Tehát azért nagyon fontos, hogy most egy olyan szakmai kormányzásra készüljenek az ellenzéki pártok a következő 4 évre, ahol a megosztó kérdéseket, ami szavazatvesztéshez vezetne 22-ben a választáson, azt nem most tisztázzák. Azt majd 26-ban tessék tisztázni, ha 22-ben megnyerték a választást, és visszavezetik az országot a demokráciába.